politikusok nagyon jó mondatokat mondanak, úgyhogy megnézzük, hogy kik azok a pártok, akikből lehetett egyébként választani most is a választásokon, és milyen jó kis mondatok hangzottak el politikusaik szájából. Igen, fontos megjegyezni, hogy a műsor a választások előtt készül, tehát akik a tévében nézik majd még 6-8 évig ezt a műsort. Illetve hát még mi is szabadlábon vagyunk. Igen. És csak azért fontos, hogy amikor megvoltak a választások, emlékezzünk, hogy kik közült válogattunk. Igen, hát én a hagyományos baloldali megoldásokkal kezdtem el dolgozni. Kezdve rögtön nagy közös kedvencünkkel, a mindig Karakán Karácsony Gergellyel. A Párbeszéd nevű pártnak a társelnöke. Párbeszéd az ugye nagy sikertörténet volt, már a logójában is láthatjuk ezt a defektet kapott a zöld bicikli ábrázolást. Gergely egy nagyon kemény fickó, ehhez mérten szokott nyilatkozni, és például amikor azt mondta, hogy nekem az anyukám nem tudja, melyik pártban vagyok, aztán azt is mondta a jó Gergely, hogy ha meg akarjuk érteni azt, hogy mi kell a változáshoz, akkor biztos, hogy egy nagyon alaposan új, megújult ajánlatra van szükség, és nyilván ez egy új vízió kialakítását eredményezi. Plakátra vele, ez a legjobb szlogen. Hogy mekkora szívás, amikor van egy megújult víziód, ami nem új. Nem új. És érdekelne a gyógyszerészének a telefonszám. Ezt célcsoport specifikus célzott kampánykommunikációnak hívjuk. Gergely a diszlexiások csoportjának állatbarát alcsoportját célozza, akik ezt a mondatot úgy fogják olvasni, hogy karácsonyra egy új víziló kialakítására kerül sor. Az, hogy találunk-e még szövetségeseket, nyilván egy kis erőt felmutatva és egy kis elszántságot, azt gondolom, hogy kitapossuk azt az utat, ami más út felé elvezet. Azt hiszem, ez a mondat először kap ekkora tapsot. Mindenki azt hiszem, ekkora vicc ez, pedig nem. Erről az idézetről egy olyan ember jut eszembe, aki, hogyha körforgalomban eltéved, akkor tolat. Alapvetően az az érzésem, hogy a faszért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök jelöltségre, mert sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdem. Ugye? Most kibújt a szög a zsákból. Tudjuk, hogy miért hagyta magát. A faszért. Az a fura, nem, hogy ők ebből élnek, hogy beszélnek, embereket kell meggyőzniük arról, hogy rájuk szavaznak. Képzeljük el Martin Luther Kinget, hogy kiáll, hogy hát van egy álmom, de eléggé fáradtan ébredtem, úgyhogy visszafekszem. No, de hát nem csak Gergely játszik a pályán, itt van a baloldal Nostradamusza, az élő eleven demokrata kristálygömb Gyurcsány Ferenc. Van ez a mondás, nem, hogyha viszkető seggel fekszel, büdös ujjal ébredsz. De... És... Litkai Gergely egy képben összefoglalta az összefogós ellenzéki tárgyalások 4 évét. Igen. Itt van Ferenc, aki mindig megmondta előre, hogy mi lesz, és aztán úgy is lett, soha nem hibázott, mindig megjósolta. Például azt mondta 2011. szeptemberében, lehet, hogy fél év múlva újra választani kell, a DK a 2012-es előrehozott választásokra készül. Emlékezhetünk rá, hogy nem volt 2012-ben választás. 2014. novemberében viszont már azt mondta, minden erővel meg kell próbálni kikényszeríteni az előrehozott választásokat. Nem zavart az a tény, hogy fél évvel azelőtt volt egy rendes választás. Ferinek ez a hobbija, de olyannyira, hogy 2015 májusában bejelentette, hogy 2016-ban vagy miniszterelnök csere, vagy előrehozott választás lesz. 2016. szeptemberében azt mondja, Orbán a népszavazással 2017-ben előrehozott választásokra készül, mindenki figyeljen. 2018-ban Orbán Viktor elveszítheti a többségét, ezután elhúzódó koalíciós tárgyalások következnek, aminek a végén én inkább azt feltételezem, hogy új választás. Mondta ezt a 2018-as választások előtt. Lesz most itt egy választás, oké, de az egy rendes, majd a rendkívüli, azt szeretném én nagyon. Ugye ez a megállt fali óra metódus, hogy ugye az is naponta kétszer pontos időt mutat, és a Feri is minden évben elmondja, hogy jönnek a választások, és 4 évente igaza van. Van még egy hagyományos baloldali versenyző, és rögtön egy páros, a dinamikus duó. A Happy Gang. Igen. Molnár Gyula, az MSZP elnök, és Kunhalmi Ágnes, az MSZP program. De lehet látni Molnár Gyula arcán, hogy mit csinál a Szanyi Tibi a svéd asztalnál? Mit kér még? 5 sört?
Mit tudunk a Magyar Szocialista Pártról? Azt tudjuk, hogy ez egy igazán összetartó, bajtársias, egymásért minden körülmények között kiálló csapat. És ugye Molnár Gyula is ezt alátámasztandó mesélte egy történetet az egyik testületi ülésről. Azt mondta, hogy arra kértem mindenkit a szombati válaszmányi ülésünkön is. Ha valaki azt látja, hogy egy pártársunk a zsebében babrál, aztán gránátot ránt, feküdjön rá az illetőre. Lehet, hogy ő is felrobban, de hősi halott lesz, a másikat viszont a dolgozó nép megvetése sújtja. Hát dögöljek meg, de ha én azt látnám, hogy mellettem egy férfi babrál a zsebébe, nem tudom mit ránt, de hogy nem gránátot, az biztos. Az hétszentség, hogy én nem fekszem rá. De ez az igazi intenzív kampány, hogy még el is meséli nekünk, hogy hát, ha mi össze szoktunk jönni, két dolog lehetséges, a csapat egyik fele maszturbál, a másik fele bombát robban, bízzák ránk az országot 2018. Ez egy öngyilkos swinger klub tulajdonképpen. Volt még Fluor Tominak a kevésbé konszolidált időszakában ez a jön a geci gránát, és ugye hát itt van. Tehát azt hittük, hogy ez fikció. De Molnár Gyula mindig jól látja a helyzetet, például azon a kongresszuson, ahol Karácsony Gergelyt, az előbb látott Párbeszéd társelnököt bemutatták, ő konferálta föl az új miniszterelnök jelöltet a következőképpen. Nagy tisztelettel hívom a színpadra Karácsony Gergelyt, az együtt elnökét. Mit tudtunk meg? Molnár Gyula Karácsony Gergely anyukája. Hiszen nem tudja, melyik pártban van. Molnár Gyulának egyébként nagyon meggyőző képei vannak, ezzel buzdította mellettük történő szavazásra. Most nem a liba és a kacsa között kell választani, hanem a ragadozók és a szárnyasok között lesz a választás 2018. április 8-án. Tigrist vagy csirkét? De tudod, csak az volt neki, sas! Hú, bazd meg, az mindkettő. Említsük meg az MSZP program arcát is, Kunhalmi Ágnest is, aki általában szakpolitikai megjegyzéseivel vétette magát észre a kampányban. Pontosan elmondta, hogy mire számíthatunk, és mi történik, hogyha ők jönnek. A választóinkat az érdekli, hogy a délpesti kórházban lesz-e ötnapos hulla, lesz-e mamográfiai gép. Elég lenne az egyiken dolgozni, a másikat az idő megoldja, nem? Igen.